Bár remek mérkőzés láthatott vasárnap délután a Népkerti Jégcsarnok közönsége Miskolcon, mégsem lehettek elégedettek a DVTK jegesmedvék szurkolói. Sokan voltak kíváncsiak a szlovák jégkorong élvonalba visszatérő szlován első miskolci vendégjátékára, ami sokáig kiegyenlített küzdelmet hozott. Ám egy büntetőt is kihagyó jegesmedvék az utolsó negyed órában többet hibáztak ellenfelüknél, és végül 4-2-es pozsonyi siker lett a vége. A szezon eddigi legnagyobb nézőszáma mellett mérkőzött egymással a szlovák sztárcsapat, a Slovan és a piros-fehér mezes DVTK jegesmedvék. Helyzeteket igen, de gólt nem hozott az első harmad, ennél a dudás kapuvasnál járt a legközelebb a házigazda a vezetés megszerzéséhez. Az első találat aztán a vendégeké lett, a második harmad 5. percében Abdul volt a gólszerző. Bő 2 perc telt csak el, és egyenlítettek a hazaiak. Részek Tamás úgy ért hozzá, hogy a pak a hálóba vágódott. 1-1. 28 másodperc elteltével pedig már a medvék vezettek. A kék vonalról érkező lövéshez Rodman ért még hozzá. 2-1. Ezek után kimaradt egy hazai büntető, Bovillier nem tudott eredményes lenni, pedig ez fordulópont lehetett volna. Végül az is lett, mert a vendégek viszont gólt lőttek a kék vonalról érkező lövésbe, Wiedinski ért még bele. Még mindig a második harmadban járt csak a találkozó, amikor emberelőnyből már újra a vendégek voltak eredményesek, aztán a záróharmad közepéhez érve egy egyéni hibára is lecsaptak a kékmezesek, és kialakították a végeredményt. DVTK jegesmedvék, Slovan 2-4. Ahhoz, hogy mérkőzést tudjunk nyerni a baligával, az 60 percig megfelelően koncentrálva kell játszani. Sajnos ez ma se sikerült. 40 pár percig tudtuk tartani a lépést, jól játszottunk, helyzeteink voltak, kicsin múlott az egyenlítés. Sajnos egy szerencsétlen egyéni hiba volt a végén, ez emberelőnyben voltunk, ott eladtuk a korongot, és utána nem tudom, mi történt. A vendégtréner nyilatkozatát és a hazai szakvezető játékosához hasonló önkritikus értékelését híradónkat követő heti sportműsorunkban láthatják majd. Magát a mérkőzést pedig szerdán este 20:30-tól nézhetik végig a Miskolc Televízió nézői.